Az üdvözlőtábla arról árulkodik, hogy ez az iskola is csatlakozott a Trachtákhoz, ami a magyarországi német népviselet napja. A kezdeményezést évről évre egyre többen érzik magukénak. A Monyhádi Általános Iskolában hagyományosan német nemzetiségi nyelvoktatás zajlik már évtizedek óta. Ehhez kapcsolatban minden évben tervezünk egy nemzetiségi hétprogramot. Ebben az évben kicsit újítottunk, ugyanis nem a Márton nap köré szervezzük a nagy rendezvényt, hanem a Monyhádi Német Önkormányzat pályázata jó voltából a Trachtág, a Népviseletek Napja rendezvényhez kapcsolódva tartjuk meg ezt a rendezvényt, és nagyon örülünk, hogy a gyerekek ilyen lelkesek, és számtalan programmal próbáljuk elnyerni a tanulók, illetve az érdeklődő hozzátartozóknak a tetszését. Hát nagyon fontos, hiszen kiemelt célunk, hogy a nemzetiségi hagyományokat is bemutassuk, és ennek része, hogy ma nagyon sokan népviseletbe öltözve jöttek, illetve egy-egy régi viseletnek egy-egy darabját húzták föl, ötvözték a mai viselettel, és tényleg jó végignézni a tanulókon, sőt a kollégákon is. Az intézmény különböző foglalkozásokon keresztül vonta be diákjait a hagyományápolásba, számos új ismerettel gazdagítva így őket. A nemzetiségi hetünk tematikája idén a Trachtákhoz, a magyarországi német népviselet napjához kapcsolódik. Ez a rendezvény sorozat úgymond már 2015 óta jelen van itt Magyarországon. Az a célja, hogy a nemzetiségek, a német nemzetiség fölvállalja a hagyományait, az értékeit, bemutassa széles körben a népviseleteit. A mi dolgunk is a hagyományőrzés, és a héten ezzel foglalkoztunk. A programjaink között szerepelt Vargáné Tamás Tünde Maibaum tánc, tánc a betanítása, táncjának a betanítása, a koreográfia is az ő nevéhez fűződik. Aztán barkácsoltak a gyerekeink, az elsősök könyvjelzőket pacsker mintával, másodikosok monogramos zsebkendőket, harmadikosok válkendőket, aztán készültek fakanál babák is, kékfestőanyaggal lettek felöltöztetve, szalagok készültek, mert van az iskolánknak egy májusfája is, ezeken a szalagokon német szólások vannak, a Maibaum tánccal kapcsolatos feliratok. A hét zárásaként a Nebulók családtagjait is nagy szeretettel várták az intézmény aulájába, ahol látványos programmal készültek számukra. A Maibaum táncot fogjuk bemutatni, lesz egy táncházunk is, a mai nap folyamán gombkeresés a kicsiknek, ugye a népviselethez kapcsolódóan ezt találtuk ki, akkor kuglófokat fogunk osztani a vendégeinknek, megvendégeljük őket, és egy kellemes beszélgetéssel fogjuk majd befejezni ezt a délutánt. Itt volt a Völgységmúzeumból Stefán Klári és Gábor Zsolt is, fölhozták az iskolánkban a nemzetiségi népviseleteket, és bemutatták ezeket, nagyon sokat meséltek róla, és a gyerekeknek rengeteg kérdésük volt, ezekkel kapcsolatban megtudhatták, hogy milyen alkalmakkor használják a különböző ruházatokat, lábbeliket, milyen motivumokkal díszítették ezeket, felpróbálták őket, tehát nagyon élvezték. Ma lesz egy divat bemutatónk is, még a délután folyamán, ahol a sváb népviseletet fogják bemutatni, illetve ennek a Trachtágnak az a célja, hogy ne csak tetőtől talpig svábba öltözzünk föl, sváb népviseletbe, hanem ötvözzük a modernkori ruhákat, a sváb ruházat egyes elemeivel, akár húzhat egy fiú például egy farmert, egy kalappal, vagy egy kislány épp csak egy válkendőt, vagy egy kötényt köthet magára. A népviseleti bemutató sikert aratott a diáktársak körében. Nagy tapssal jutalmazták a színpadon felsorakozott, szebbnél szebb ruhát magukra öltött lányokat, az aulában lévő növendékek. Thank you.
A Maibaum, azaz májusfa tánc is elnyerte a nebulók tetszését, nem hiába a 6. osztályosok lelkiismeretesen készültek a rendezvényre. Nagyjából talán másfél-két hétig gyakoroltunk német órákon, és mivel eléggé így úgymond össze vagyunk szokva, ezért annyira nem volt nehéz. Körben kezdünk, és egy ilyen fa-szerű oszlop akár van középen, és a szalagokat befonjuk szinte a mozgásunkkal. Az értékmentés szempontjából fontos, hogy a fiatal generáció is magáinak érezze azokat a hagyományokat, amiket generációk óta nem feledett a németség sem. Ezzel a céllal szervezte meg a Bonyhádi Általános Iskola is a népviseleti napját, hogy a fiatalok tovább vigyék ezt.